Kezdjük is. A házigazda Kara Ákos országgyűlési képviselő és Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnökének társaságában érkezett meg a Nyúli Fórum előadója, dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a migrációs válság aktuális kérdéseiről beszélt a több mint 150 érdeklődőnek. Bakondi György szerint hazánk ezután is mindent megtesz azért, hogy ne kerüljenek menekültek Magyarországra. Nekünk az álláspontunk az, azt hiszem, hogy világos. Nemzeti konzultációba is erről kérdezzük meg az embereket. Mi úgy gondoljuk, hogy sem munkaerőpiaci megfontolás, sem politikai, ideológiai vagy bármilyen más megfontolás számunkra nem elfogadható abban a tekintetben, hogy tömegek áramoljanak át a határunkon, kétségessé téve a belbiztonság szilárdságát, tömegeket küldjenek vissza Nyugat-Európából, vagy éppen Brüsszelbe egy központból mondják meg nekünk, hogy mondjuk az Olaszországba tömegesen napjainkba érkező fekete-afrikai bevándorlók, migránsok közül hányat kell befogadnunk, ez számunkra elfogadhatatlan. Kara Ákos országgyűlési képviselő szerint azért is fontos a nemzeti konzultáció, mert például a menekült kérdésben Brüsszel újra meg akarja mondani hazánknak, hogyan és mit tegyen, ezt pedig Magyarország nem engedi. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy Brüsszel ismét a magyar bevándorláspolitikával kapcsolatos védelmi intézkedéseket támadja, és az is kiderült, hogy a rezsicsökkentés eredményeit is támadja. Tehát Brüsszelben újra azok az erők szólaltak meg hangosan, akik Magyarországot támadják. Azt gondoltuk, hogy a nemzeti konzultáció az a lehető legszélesebb formája, lehetősége, hogy megszólítsuk az embereket. Részben, hogy a segítségüket kérjük, hogy a magyar kormány politikáját támogassák. Bakondi György a megyebelieket is érintő osztrák határellenőrzésekre is kitért a fórumon. Ezzel kapcsolatban azt mondta, Magyarország ragaszkodik az átjárható és akadálymentes belső határok visszaállításához. Ausztria, Németország, Dánia, Norvégia talán és Svédország, aki bevezetett belső határellenőrzést. Ez ugye a Schengeni Egyezményben tételesen fővasorol, hogy mikor van erre lehetőség. Egy módosítással elérték, hogy 2 évre meghosszabbodhat. Ez a 2 év jár le novemberbe, tehát elvileg jogi lehetőség egy esetleges újabb módosítás esetét leszámítva nincs, és mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a Schengen éljen. Ez nekünk fontos gazdasági érdekünk, társadalmi érdekünk, lakossági érdekünk, politikai érdekünk, és a schengeni külső határok olyan szilárdan legyenek őrizve, hogy ne legyen szükség ilyen belső határellenőrzésekre. A nemzeti konzultáció eddig sikertörténet, hiszen néhány nap alatt már 800 000-en töltötték ki és küldték vissza az íveket. Kara Ákos szerint fontos, hogy minél többen mondják el és közvetítsék véleményüket Brüsszel felé. Én reméltem, hogy ilyen sokan kinyilvánítják a véleményüket, ugyanakkor azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben rettentő gyorsan nő, hála Isten azoknak a száma, akik visszaküldik ezeket a nemzeti konzultációs íveket, úgyhogy továbbra is arra biztatok mindenkit, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben töltsék ki, vagy az internet segítségével küldjék vissza a magyar kormány számára a támogató, illetve azt a véleményt, amelyet szeretnének elmondani Brüsszelnek. A nyúliakon biztosan nem múlik majd a konzultáció sikere, ők ugyanis teljesen megtöltötték a helyi óvoda éttermét. A szervezők abban bíznak, hogy a következő napokban, hetekben minél többen mondanak majd véleményt a nemzeti konzultáció sorskérdéseiben.